Nem képviseli a baloldali álláspontot és a szavazókat a hatpárti koalíció. Ez Szanyi Tibor, Vigán Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltjének véleménye, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt, kívánok! Hát nézzük azt, hogy tulajdonképpen azért azok a kormányok, amelynek tagjai, sőt vezetői képviselik ezt a bizonyos hatpárti koalíciót, ők baloldalinak vallják magukat. Tőlük azért ez nehéz, vagy nagyon ritkán lehet hallani. Ezt elsősorban mondjuk így, hogy a megszokás, vagy bizonyos mértékig a sajtó, vagy annak is leginkább a kormánypárti része nevezi őket előszeretettel baloldalinak. Jó lehet maga a miniszterelnök jelöltjük, egy vállaltan jobboldali keresztény konzervatív valaki. Hát most a Jobbikot hadd ne jellemezzem, mi a magunk részéről csak neonáciknak tartjuk. Akkor ott van a Momentum, amelyik egy liberális és konzervatív erő. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy párt van köztük, amelyik magát amúgy bal középnek mondja, de baloldalinak aztán egy se. Gyurcsány Ferenc és... Hát ők sem mondják magukat baloldalinak, ők is ilyen baloldali, liberális, bal közép, stb. Nézd, a baloldalnak a lényege az az, hogy erős kapitalizmus kritikával szemléli a világot. Ennek a hatpárti koalíciónak az égen földön semmi baja nincs a mai magyar, vagy egyáltalán a globális kapitalizmussal, sőt, időnként egyik-másik megnyilatkozásuk az nagyon erősen favorizálja a mai magyar kapitalizmust, úgy is mondhatom, hogy kapitalizmus párti. Ilyen például a szabadítsuk rá az emberekre, a háztartásokra, az energiaárakat jellegű megjegyzés, és még tudnám ezt sorolni. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a baloldalon pusztán pici pártok vannak, köztük az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalmat, vagy ahogy szintén minket is a sajtó iszom szokott elnevezni, tehát minket is ideértve. Tulajdonképpen a baloldal, mint olyan, az elmúlt 30 év távlatában egy nagyon erős nyomás alatt összetöpörödött, és mi ezt próbáljuk ezt a nyomást elhárítani, illetve kiteljesíteni a baloldali nézetrendszert. Szavazók viszont lennének? Az aztán vannak is baloldali szavazók, nem? Nagyon sok közvéleménykutatás van, amelyik azt igazolja, hogy egy körülbelül egyharmadnyi olyan szavazó van a teljes felnőtt lakosságon belül, akik egyébként magukat baloldali értékrendűnek gondolják, ez szerint élnek, ez szerint viselkednek, csak hát a történelem úgy hozta, hogy szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Egy jelentős részük el sem megy szavazni, mert nem igazán lát valós baloldali alternatívát. Másik része, ez különböző demagógiai hullámokon sodródva oda kerültek a Jobbikhoz vagy a Fideszhez, és természetesen az ellenzéki sorokban is föllelhetők ezek a baloldali szavazók. A mi, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomnak a missziója, a küldetése tulajdonképpen az, hogy ezeket a baloldali szavazókat egybe hívja, és nekünk egyetlen egy nagyon világos célunk van, a szociális válság leküzdése. Aki ebben érdekelt, aki a társadalmi szolidaritás mentén gondolja ezt a problémát megoldani, nos hát őket várjuk tulajdonképpen a sorainkba. Igazából ez jóval-jóval több, mint ez a bűvös 5%-os parlamenti küszöb. Csak hát ugye egy friss pártnak, egy új pártnak azért először a maga hitelesítése a legfontosabb dolog, és mire ez társadalmi méreteket ölt, ahhoz idő kell, de mi bízunk benne nagyon erősen, hogy ez az 5%, tehát a parlamenti küszöb, ez most így a 2022-es választások alkalmával sikerülni fog. Ugye felvetette az energiaárakat, és azt is, hogy éppen a most akkor baloldali, nem baloldali értékelés, ezért majd mindenki eldönti, de pont Márki-Zay Péter beszél arról, hogy ez az energiaárakat nem lehet megállítani határon, bírálja azt a típusú intézkedést, amely ennek olvasatában egy baloldali szociális intézkedésnek is felfogható, amely éppen az Orbán kormány nevéhez köthető. Ez az a bizonyos rezsicsökkentés, vagy a rezsiárak alacsonyan tartása. Mert ez ténykérdés, nem? Hogy itt kell a legkevesebbet fizetni egyenlőre az európai államok közül. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
mindig is fölhívta a figyelmet, főképpen az ellenzékre, hogy amennyiben ők jobbról gondolnák előzni a Fideszt, az valószínűleg nem a megfelelő pálya, ugyanis sajnos, ezt tényleg őszintén mondom, hogy sajnos, jelen pillanatban a Fidesz kínálatában, politikai kínálatában több a baloldali vagy baloldal felé kacsingató elem, mint az úgynevezett ellenzéki összefogásnál. Ez nekem tényleg fáj, mert valahol ez egy ilyen tudathasadás, hogy... De miért baj ez? Hát azért, mert... Hát mert azt mondja, hogy keresztény demokrata, keresztény szociális. Hát a baloldali gyökér az, ha visszamegyünk egészen a pápai enciklikát. Ez így van, gyakorlatilag a baloldal gyökér a keresztény szociális megközelítés, nem? Hát a marxizmust az inkább mondanám erre, de... Hát az előbb volt ez, amire én beszélek. Úgy igen. Na, lényeg az, hogy itt van egy bizonyos tudathasadás, vagy skizofrénia, tehát, hogy a Fidesz, amelyik egyébként valós intézkedéseiben nem mondanám, hogy baloldali, de azt mondom, hogy a baloldal a kikacsintó intézkedések sokaságát mutatja föl, ő baloldalizza le azt, aki meg nem. Tehát tehát az igen szolidaritás részéről ebben szeretnék egy kicsit rendet tenni, de azért szeretném azt is világossá tenni, hogy természetesen a világpiaci energiaárak azok óhatatlanul hatnak Magyarországon is, hiszen a cégek azok nem ezen a bizonyos stabilizált áron jutnak az energiához, hanem hát ahol ennyi, hol annyi. Viszont az is kétségtelen tény, hogy én nem szeretem ezt a szót sem, mert ezt is parasztvakításnak tartom, hogy rezsicsökkentés, mert itt egy árbefagyasztás történt, hosszú időn át a világpiaci árak bizony jóval alacsonyabbak voltak, mint amennyit a magyar lakosság fizetett, most éppen jóval magasabbak. De ki tudja, mit hoz a jövő, tehát én azt mondom, hogy az egy fontos dolog, hogyha a lakossági fogyasztás szempontjában, mert a lakossági fogyasztás az töredéke az energiafogyasztásnak, az egy apró pici töredéke. Az igazi az az ipari, kereskedelmi, stb. De háztartások mégiscsak azt érzik. Pontosan. Az nem mindegy, hogy mit kell szociális elem benne. Ez benne a szociális elem. Ez ugyanaz, mint a szennyezés. Hogy a lakossági szemét, a lakossági szennyezés az 2% az összennyezésnek, és mégis a lakosságon akarják leverni, ugye, hogy szelektív gyűjtés, még nem fontos, de ettől még ez nem csak a lakosságon múlik. No, egy szó, mint száz, mi az igen szolidaritás részéről azért még tudnánk egy-két olyan szektort mondani, ahol bizony az árstabilitásra szükség lenne, ilyen mondjuk az alapvető élelmiszereknek a világa, ilyen a lakbéreknek a világa, ilyen az egészségügyi vagy az oktatási költségeknek a világa, és azért erre van példa, Németországban például még nem tudom hány évre, 4-5 évre előre fixálva vannak az albérleti díjak, vagy egyáltalán lakásbérleti díjak, tehát azért más kormányok is csinálnak ilyen jellegű dolgokat. Mi azt mondjuk, hogy a szociális válság leküzdésében ezek roppant fontos történetek, de azért messze menőleg nem állítanám, hogy ezek a mindent fölölelő történetek. Csak például mondom, hogy itt van a társadalombiztosításnak az esete. Mi úgy érezzük, hogy igenis a védőoltást kötelezővé kéne tenni. Egyszerűen azért, mert a magyar egészségügy a mai állapotában szemmel láthatólag nem képes a betegeket, a COVID betegeket normális ellátni, sokan meghalnak. Máshol is probléma. Igen, csak a halálozások száma Magyarország közel világrekorder, vagy néha időnként az is volt az elmúlt hónapokban. Hát másképpen számolják a statisztikát. Elhiszem, de akkor is bántóan sok a halott, tehát nagyon-nagyon sok a halott, és azt mondjuk, hogy ha már a kórházak nem képesek az életvédelemre, akkor legalább a megelőzés szintjén lépjünk egyet, és sokkal egyszerűbb egy vakcinát beadni, mint valakit 2 héten át lélegeztetőgépen tartani. Ugye ettől mindenki óvakodik, senki nem tette még. Ezt én nem mondanám, mert a lakosság 3/4, hanem 80%-a beoltatta magát legalább egyszer. Mi ezt egy sajátos népszavazásnak tekintjük. Székely Sándor erre föl adta be azt az országgyűlési határozati javaslatát, amit az előbbi kötelező oltásként említettem, és egyébként más országokban is ma már teljesen legitim történet, hogy bizonyos korcsoportokba 60 év fölött, stb. Bevezetnék az oltást. Egy akadálya van ennek, kétségtelen egyetlen vakcinának sincs még végleges engedélye. Tehát mindegyik vészhelyzeti engedélye bír. Mi azt mondjuk, hogy amint valamelyik vakcina megkapja az engedélyt, akkor részben vagy egészben, de kötelezővé kéne tenni az oltást, egyszerűen azért, mert bántóan sok a halott, de mi azzal is megelégednénk egyébként első lépésként, hogyha azt mondanánk, hogy oké,
akkor részben vagy egészben vállalja át az illető már beoltatlan az esetleges kórházi költségeknek egy részét, vagy akár még egy oltatlansági adót is el tudunk képzelni, amit visszakaphatnak később. Van itt egy másfél percünk, és fontos, mert esetleg pont azoknak az érzékenységét sértheti, akik az önök szavazói lehetnek, amikor Márki-Zay Péter arról beszél, hogy ha magas a rezsi, akkor tessék kevesebbet fogyasztani, meg üljenek át kisebb autóba. Hát minél kisebb autóba, aki Suzuki-val jár, mire elmenjen kerti traktorral. Szóval valahogy, mintha ő Amerikában élne egy kicsit, amikor erről gondolkodik. Mert azt mondja, hogy azt tapasztalt, hogy a nagyobb autóból átültek a kisebbe. Valamint, hogy fogyasszanak kevesebbet. Hát abban igaza van, hogy a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia. Ez kiki a maga módján át tudja gondolni, hogy mit engedhet magának, mit nem engedhet meg magának. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos. Tehát a mi programunkban is, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom programjában is nem csak bérlakásépítés, állami bérlakásépítés szerepel, hanem hogy magas minőségű, energiahatékony állami bérlakásokban gondolkodunk. Valóban, az energiatakarékosság tekintetében mindent meg kell tenni, hát azért a szégyen, hogy egy egységnél, egy négyzetmétert Magyarországon kétszer annyi energiával fűtünk, mint a szomszédos Ausztriában, pedig klimatikusan nem olyan nagyon különböző. Kétszer annyit fűtünk el, mint Ausztria, egy négyzetméterre vetítve. Tehát van itt bőven megtakarítani való, ettől függetlenül az energiahordozók árstabilitása, most a távfűtéstől kezdve sok mindent mondok, ez egy teljesen elvárható és normális cselekedet, vagy intézkedés, de emellett valóban szükség van az égen földön mindennemű takarékosság intézkedésre. Mi egyébként a környezetvédelmi... Hát erre vannak is programok bőven egyébként. Mi a környezetvédelmi, tehát az Igen Szolidaritás környezetvédelmi programjában azt mondjuk, hogy az elkövetkezendő 4 évben legalább 1000 kezdeményezésnek az élén szeretnénk lenni. Köszönöm szépen, Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották.